És olyan érdekes volt erről beszélgetni, hogy ez valóban a gyengesége, az, hogy ő hagyta, hogy ezt tegyük vele, vagy pedig épp, hogy az erőssége. Azt énekeltük, hogy önként adtál oda mindent, életedet az emberért. Jézus azt mondta neki, hatalma van arra, hogy letegye, és hatalma van arra, hogy felvegye az életét. És amikor látjuk az ő csodáit, hogy egy szavára milyen változások történtek, hogy egy szavára lecsendesül a tenger, egy szavára a halott feltámad akkor azt látjuk, hogy egy szavába kell, került volna mindaz, hogy a kereszten egy egészen más kimenete legyen ennek a történetnek. De mégis, amit ő mondott a kereszten, az annyi volt, hogy atyám, bocsáss meg nekik, mert nem tudják, hogy mit tesznek. És hát egy ilyen Isten előtt nem tudunk más tenni, mint leborulni. Szeretném, hogy tudnánk ezt tenni, de először olvasuk Istennek az igényét, azt a részt, ami most következik, a hegyi beszéd áttanulmányozása után, a Máté 8. fejezetével folytatjuk, és hát most újra egy csodát fogunk megnézni, méghozzá a 14. és a 15. verset álljunk fel is, így hallgassuk. Két vers mind összesen az a történet, ami ma következik, de nagyon-nagyon fontos, úgy hiszem. Tehát Máté evangéliumának a 8. fejezete. A 14. és a 15. versét olvasom. Amikor Jézus Péter házába ment, látta, hogy annak anyósa fekszik és lázas. Jézus megérintette a kezét, és elhagyta az asszonyt a láz, az pedig felkelt és szolgált neki. Imádkozzunk. Isten, köszönjük a Te igédet, és köszönöm azt, hogy élő is ható, hogy Te nem változol tegnap, ma, és mind örökké ugyanaz az Isten vagy. Köszönöm, hogy a Te ígéreted ide ráállhatunk hittel, és szeretnénk, Uram, most így jönni eléd, és megérteni mindazt, amit Te ma üzenni akarsz. Uram, szeretném megnyitni a szívünket, megüresíteni az elménket, hogy most ne a holnapi vagy a tegnapi dolog körül forogjunk, hanem tudjon most itt lenni ebben a pillanatban, és, és elkérni tőled azt az üzenetet, amit személyesen nekem is nekünk akarsz adni. Kérlek, hogy ezt mindenki meg tudja tenni, és köszönöm, hogy a Te drága lelkeden keresztül szólni fogsz hozzánk. Jézus nevében köszönjük ezt neked. Amen. Foglaljunk helyet. Emlékszek még gyerekként, akkor ültem a gyülekezetben, és ezt a történetet felolvasták, és hát hallottam már jó néhányszor ezt a történetet, mint egy villámcsapás érkezett a felismerés az agyamba, hogy a Péternek volt anyósa, akkor volt felesége is. Hát én ezen nagyon ledöbbentem. Hogy Péternek volt felesége. Hát teljesen megdöbbentem. Ezen micsoda dolog ez? Anyós, ugye akkor van, hogy van feleség. Úgyhogy már akkor ez a történet nekem egy mély nyomot hagyott. De szeretném, hogy tudnánk sokkal tovább menni azon, hogy felismerjük, hogy Péternek volt felesége. Utána az igéből is ezt tudjuk. És szeretném, hogy meg tudnánk nézni, hogy mi történt ezzel az anyóssal. Hát a mai világunkban a, talán a vicc kategóriának két nyertese van a rendőr, vagy a szőkenő és az anyós. És hát néha úgy fájó szívvel hallgatom, hogy miket mondanak egymásnak emberek, és sajnos sokszor ennek alapja van. Én nagyon hálás vagyok az anyósomért, és nagyon jó a kapcsolatunk, és én mindig nevetek ezeken a vicceken, hogy hát nekem ez nem igaz, amiket mondanak, és szeretném, hogyha a gyülekezetünkben és a családok áldottak lennének. Ma is imádkoztunk délelőtt a családokért, a házasságokért, hogy, hogy, erősségek legyenek ezek is, ne, ne a gyengeségei az életünknek. De most szeretném, hogyha tudnánk erre az asszonyra koncentrálni. De előtte, mielőtt erre az igére néznénk, mindig van egy igé, amit megígértem, hogy minden egyes alkalommal, amikor a csodákkal foglalkozunk, el fogjuk mondani, hogy is szól ez a, a krónikánkból, ez a remélem már jól ismert ige? Hogy az Úr körültekint a Földön, és megmutatja erejét azoknak, akik Tiszta szívvel az övéi. Na már alakult. Tehát a lényeg nekünk ebből az igéből, hogy az Úr, mikor körül tekint ezen a Földön az ő szemeivel, akkor ő megmutatja erejét azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Tehát ebből tudjuk, hogy az Úrnak még mai napig van ereje, nem változott meg, és azt is tudjuk, hogy meg is mutatja ezt azoknak, akik tiszta szívvel az övéi. Hát ez egy nagyon fontos része, alapja ennek a sorozatunknak, mikor a csodákat nézzük, hogy Jézusok a tanítása után milyen nagy csodái voltak, amin az emberek elámultak. És nagyon érdekes ez a mai történetünk. Ugyanis arról olvasunk, hogy Jézus bement Péter házába, meglátta, hogy az anyós a lázas, és meggyógyította. Mit tudunk még erről az asszonyról, a Bibliából? Fölkelt és szolgált, így van, ez lett a következmény, és ezen kívül mit tudunk még róla? Semmit. Nem tudjuk a nevét, nem tudjuk, hogy mit csinált, nem tudjuk. Lehet következhetni dolgokból, hogy most miért itt van éppen, hogy hova költözött, de igazából nem sok mindent tudunk erről az asszonyról. Annyit tudunk róla, hogy lázas lett, beteg lett, Jézus meggyógyította, utána pedig szolgált neki. És egy nagyon érdekes történet ez, és szeretném, hogy egy kicsit tudnánk ezen elgondolkodni. Habár tudjuk a párhuzamos evangéliumokból, hogy szóltak is Jézusnak, hogy Péternek az anyós a beteg, de itt ugye annyit olvasunk, hogy bement, meglátta és meggyógyította. Viszont hogyha egy másik csodát hoznék most ide, akár a naini ifjúnak a feltámasztását, ott annyit olvasunk, hogy Jézus sétál, meglátja a gyászmenetet, megszánja az asszonyt, és feltámasztja a fiát. Ez egy Kicsit nem érdekes számunkra, hogy van olyan, hogy valaki oda megy Jézushoz, és csodát kért tőle, és Jézus először azt mondja, hogy nem, 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 és, és addig, addig, addig próbálja a hitét, míg nem azt mondja, hogy na ezért a szóért, és van akiket így igazán úgymond megpróbált, és van olyan, hogy Jézus sétál, megsajnál valakit, nem olvassuk, hogy bárki szólt volna neki, nem olvassuk, hogy megálltak volna, és azt mondjuk, hogy Jézus támaszt fel. Jézus megsajnálta, és feltámasztotta a fiút. És ez egy nagyon érdekes dolog, hogy mi sokkal inkább szeretnénk, hogyha Isten abszolút kiszámítható lenne. Hogyha ezt teszem, ez fog történni. Hogyha ezt teszem, ez fog történni. És ez így nagyon egyszerű lenne lebontva, egy egyszerű képlet, ha ezt teszem, ez történik. Ha ez történt, az azért történt, mert ezt tettem. És minden kiszámítható, Isten mindig ugyanazt fogja mindig tenni, és minden igazából irányítani tudjuk Istent. Mert hogyha ezt teszem, akkor ő csak ezt fogja tudni tenni. De nagyon érdekes látni az igéből, hogy nem csak, hogy nem volt két egyforma csoda, Jézus egyszer csak odament, megsajnálta és feltámasztotta. Nem szólt neki senki. És mégis ha a saját életünkre gondolunk, akkor tudunk olyan eseményekről, akár a közvetlen környezetünkből, akár messzebbről, amikor Isten elé hoztunk beteget, és az Isten magához vette, és nem úgy történt, ahogy mi reméltük, hogy meggyógyítja. És az emberben ilyenkor feljön a kérdés, hogy akkor most, most akkor ez hogy van? Most akkor nincsen kiszámíthatóság ebben. És nagyon fontos hogy a csodáknál megértenünk Istennek a szuverenitását, hogy ő az Isten. Ő az Isten, és vannak olyan ígéretei, amelyeket nem fog átlépni soha. Azt mondta, hogy megígérte, hogy ha valaki hozzá megy, ő azt el nem veti. Megígérte, hogy nem kell aggódnunk étel miatt, nem kell aggódnunk ruházat miatt, és ezekben nem lesz változás, nem fog olyan történni, hogy egyszer csak az Isten megfeledkezik rólunk. Viszont az ő erejének megnyilvánulásánál az ő akarata azóta, mint egy szuverén akarat. És jó magam életében is sokszor átéltem, hogy... Volt, amikor tömegek, országok, mindenfelől, a világ minden részéről imádkoztunk egy betegért, és az Úr magához vette. És volt egy ugyanolyan betegség, amikor csak szinte egy-két ember imádkozott ért, és egy olyan természetfeletti gyógyulás történt, hogy az orvosok széttették a kezüket. És azt lehet mondani, hogy az Isten szuverén Isten. És nem tudjuk befogni egy pórázba, hogy most erre menjél, most ezt csinált, ő az Isten és mi vagyunk az emberek. És ez fontos megérteni, hogy mikor elé jövök, akkor legyen ez bennem, hogy nem fogom irányítani őt. Amikor imádkozok valakiért, akkor nem fogom rábeszélni valamire az Istent. Mert ő az Isten. Ő akarja az emberek a megtérését legjobban. És tudnom kell az, hogy az ő gondolatai, azok sokkal magasabbak, mint az enyémek. És csak egy példát hozok erre a zsidókhoz levél 11. fejezete. Az első rész az miről szól? a hitnek a hőseiről. És hogyha elolvassuk az első részét ennek a fejezetnek, akkor ámulatba esünk, hogy asszonyok ima által, hittel visszakapták halottaikat, hogy hogy győzött az egyik itt egy hatalmas sereg ellen, hogy tett Isten csodát, hogy választotta szét a tengert. Igen, ám, de ennek a fejezetnek van egy második része, amikor úgy folytatja a szerző, hogy ellenben mások, és ez az a rész, amit nem szívesen szoktunk olvasni. Másokat szétfűrészeltek, másokat megöltek, másokat megköveztek. És egy nagyon érdekes befejezés ennek a fejezetnek azt mondja a szerző, hogy azok, akikre nem volt méltó a világ, és akik majd később látják meg az ígéreteknek a beteljesülését. Egy utolsó példa, ezt csütörtökön is néztük az apostolok cselekedeteiből, az a fejezet, ami arról szól, hogy Pétert az Isten egy csodálatos módon angyalon keresztül kihozza a börtönből, az úgy kezdődik, hogy Jakabot megölik. Kicsit gondoljunk ebbe bele. Úgy elsiklunk ez az információ felett. Jakabot megölik az egyik tanítványt, az egyik apostolt. És Pétert pedig egy angyal kihozza a börtönből. Csak gondoljunk bele abba, hogy a Jakabnak a családjához tartozunk akkor nem lett volna ott a szívünkben egy ilyen érzés, hogy na ez mi? Miért ment angyal Péterért, és miért volt a mennyi tétlen, mikor Jakabot megölték? Ez egy döbbenetes dolog. Istennek nagy titkai vannak ebben. De abban biztosak lehetünk, hogy az Istennek az akarata, az ő terve, az felette áll a mi elképzeléseinknek. És egy nagyon-nagyon egyszerű példával hadd hozzam ezt, édesapák, édesanyák, amit a gyermek kér, az mindig a gyermek javát szolgálja? Hát nem igen. Ha az én fiam dönteni el a heti étlapját, akkor általában kinder tojás lenne benne, és gumicukor, és ez a kettőnek különböző keveréke. Nem igen találkozna főzelékkel, soha. Nem igen találkozna egészséges gyümölcsökkel. Én, mint az apja azt mondom, hogy fiam, azért nem mindig van itt az ideje a kinder és nem mindig van itt az ideje ezeknek a dolgoknak, mert én a javadat akarom, ami neked hosszú távon lesz az áldás. És jó, hogy meg tudunk nyugodni az Istennek az akaratában. Hogy attól, hogy imádkozunk, attól nem minden helyzetben fog az következ, amit mi elképzelünk. Hogy az Isten meghallgatja, az biztos. Hogy az Isten válaszol, az biztos. Hogy a legjobbat adja, az biztos. Hogy pontosan azt, amit én szeretnék, és hogy én elképzeltem, az nem biztos. És hogy itt látjuk ezt a történetet, azt látjuk, hogy Jézus odament, Látta, hogy ez az asszony beteg, tudjuk, hogy azért szóltak is neki ide, meggyógyította, és egy döbbenetes dolog történt. Felkelt és szolgált. És szeretném, hogy ezt tudnánk egy kicsit megnézni. Ugye megnéztük múlt alkalommal a működő hitet, amikor egy kapereumi századosnak milyen hite volt Jézusban, hogy a fizikai távolság ellenére tudta azt, hogy Jézusnak milyen hatalma van. És az a férfi, ezt a férfit úgy promotálták a zsidók, hogy Jézus, ha valaki, akkor ő méltó arra, hogy megted neki, mert ő egy jó ember, ő szereti a zsidókat, ő épített nekünk zsinagógát. Ha valaki megérdemli, na akkor ez a valaki, ez méltó. És itt szeretném, hogy a hogy ami nagyon-nagyon fontos dolgot Istenek a szolgálatáról. A zsidók úgy gondolták, hogy ez a férfi méltó lesz arra, hogy az Isten csodát tegyen az életébe. Azért, mert sok minden tett, talán sok szolgálata volt, ami talán méltóvá teszi őt. És itt egy nagyon érdekes dolgot látunk viszont Péter anyósánál. Nem olvasunk róla, hogy bármit tett volna eddig, hogy méltó lenne, hanem Jézus meggyógyította, és ebből következett, micsoda? A szolgálat. Én úgy hívtam el magamnak ezt a délelőttöt, hogy szolgálatból ötös. Nagyon-nagyon fontos lenne megértenünk ezt a sorrendet, amit ennél az asszonynál látunk. A, az, hogy Isten cselekszik az életünkben, az, hogy Isten megváltást ad, az, hogy Isten üdvösséget ad, ez nem azért van, mert méltó vagy, vagy én méltó vagyok, és bárkit magunk elé küldhetünk, majd a mennyországban megkérhetem a lelkészeket, vagy bárkit, hogy ha majd előttem mész, akkor mondd, hogy én méltó vagyok arról, hogy beengedjek ezen a kapun. Én olyan sok mindent tettem, én felépítettem egy épületet, egy imaházat, árvázat hoztam létre, olyan sok mindent mondhatnák, ami akkor ott semmit sem fog érni, amikor a kapunál leszek. De azt látjuk ennél az asszonynál, hogy Jézus meggyógyította, és egyetlen természetes reakciója volt ennek az asszonynak, hogy mivel egészséges lett, és kirobbanó egészségben energiával teli, mivel meggyógyult, ezért szolgálta Jézust. És ez a szolgálatnak a sorrendje. Én szeretnélek megúvni, drága testvérem, attól, hogy úgy szolgáld az Istent, hogy még nem találkoztál vele. Borzasztó, fárasztó dolog lenne nagyon kimerítő, és rövidesen ki fogsz benne égni. Mert hogyha úgy szolgálod az Isten, hogy nem ismered őt, akkor ez egy munka. Akkor ez egy olyan dolog lesz, amit megteszel kötelességből, illemből, így illik csinálni, de a szíved belül abszolút üres lesz. Szolgálsz valakit, akit nem ismersz, teszed a dolgokat, amiket tudod, hogy illik tenni, vagy helyes tenni, de ez nagyon messze van attól, amik hálából teszek. Amikor az Isten megváltott, meggyógyította először itt belül a szellememet, lelkemet, attól a szellemi szétszakadt állapotomat helyreállította vele, akkor az a kérés jön fel bennem, hogy Isten mit tehetek? Ezek után mit tehetek, érted? Mit, mit kezdesz az életemmel? Itt van, használd. De hogyha ez nem történt meg, és az életemben nem történt még meg ez a változás, és elkezded az Isten szolgálni, hát jaj neked, mert nagyon sok minden fog történni veled, de semmi jó. Én csináltam ezt gyülekezetbe felnőve, míg nem ismertem Isten, csak láttam őt messziről, tudtam, hogy mik azok a dolgok, amiket a hívő emberek megtesznek. És próbáltam ezeket megtenni, de azt láttam, hogy míg az az ember ennek örül, és ő ezt energiával tölti fel, engem ez borzasztóan fáraszt. Miért kell kedvesnek lenni azzal az emberrel, aki olyan fura? Miért kell szeretni azt? Miért kell elmenni? és nem értettem ezeket a dolgokat mert ez egy kényszer volt nekem. És nagyon nagy hiba az, hogyha elvárjuk a megtérésnek a gyümölcseit megtérés nélkül. Ha nincsen megtérés, akkor aztán bevasalhatnánk valaki a megtérés gyümölcsét. Fölösleges. A megtérésnek a gyümölcse, hát benne van, hogy az a megtérésnek a gyümölcse. Isten belülről kifele munkálkodik az életünkbe. Ha először itt belül elvégez benned valamit, akkor ez elkezd majd belőled fakadni, azt mondta Jézus, hogy akik bennem hisznek, azoknak belsejéből élő víznek folyamai ömlenek majd. És ez nem egy kényszer lesz, ez nem az, hogy ezt kell tennem, és hát semmi kedvem hozzá, de a Bibliát kell olvasak. Nem akarok, de tudom, hogy imádkozni kell, mert az fontos. Nem így fogod gondolni ezeket a dolgokat. Hanem röpülsz az Isten elé, hogy Uram, itt vagyok, úgy várom, hogy szólj hozzám, és hogy kijöntöm neked a szívemet. Nem azért, mert muszáj, nem azért, mert bárki is látná, hanem mert ez van belül bennem. Úgyhogy arra hívlak, hogy mielőtt bármi szolgálatot elkezdenél, akkor legyen először ott benned az, hogy átéled az Istenek a gyógyítását, belül a szívedben először. És lehet, hogy fizikailag is van, akinek ez akár össze is kapcsolódhat, hogy egy gyógyulás által ismerte meg az Istent. De amit utána látunk, és most hadd beszéljünk arról, hogy mi van akkor viszont, amikor már Istennek a gyermekei vagyunk. A természetes és az egészséges reakciója az volt ennek az asszonynak, hogy mit tehetek ért a Jézus. Felkelt és szolgált. És ez nagyon-nagyon fontos enne megértenünk, hogy a szolgálat az egy reakció. Egy hálából fakadó reakció. Néhány tév képzet van kereszténységen belül a szolgáltal kapcsolatban vannak ilyen szép kifejezéseink, hogy főállású keresztény szolgáló, meg, meg teljes idejű szolgáló, és akkor majd ő szolgál, mert ő azért szolgál, mert azért van, mert ő a teljes idejű szolgáló, és ezért még fizetést is kap, hát akkor persze kiszolgáljon, ha nem ő. És nyilván van ennek helye szerepe, amikor valaki a teljes életét, a teljes idejét, akár misszió, akár más területen odaadja az Úrnak, de, Hadd mondjam el, hogy hogyha újjászületett hívő vagy, akkor te ezzel, hogy újjászülettél, egy teljes idejű szolgáló lettél. Ez nem azt jelenti, hogy egész nap itt fogsz a gyülekezetben ülni, ez az azt jelenti, hogy az életednek a teljes ideje az Úré. És a szolgálat az nem egy nyögvenyelős dolog, és nem az feltétlenül, amit vasárnap fél tíz és tizenkettő között teszünk. Nyilván itt is a gyülekezetben nagyon sok szolgálati terület van, de az életem nap 24 órája egy szolgálat. Az, amit teszek, ahogy teszek a munkahelyen, a családommal, ez szolgálat. És ennek mi az alapja? Az, amit Jézus tett velem. Kínában az egyik keresztény gyülekezetben, amikor valaki újjá született és bemerítkezik, akkor ezzel a mondattal köszöntötték mindig. Íme, Jézusnak egy új szemei, melyekkel láthat. Jézusnak az új fülei, melyekkel hallhat. Jézusnak új kezei, melyekkel segíthet, és Jézusnak az új szíve, amelyel szerethet. Ezt úgy elgondolkodtam, hogy lehet legközelebb a bemerítkezőtnek, ezt úgy elmondom, hogy így tekints magadra, hogy mostantól te Jézusnak a keze, Jézusnak a lába, Jézusnak a szeme vagy, mert meglátsz majd dolgokat, és ki tudod nyújtani a kezedet, felemelhetsz valakit, oda mehetsz valakihez, és az életed lehet így egy szolgálat. Jézusnak a teste vagyunk, Krisztusnak a teste. És hat hívjak erre, hogyha átélted már Istennek a hatalmas kegyelmét, a megváltást, akkor az az egy kérdés legyen ott benned, hogy Istenem, itt vagyok. Hogyan szolgálhatlak téged? Hogyan imádhatlak téged? Mit szeretnél az életemmel kezdeni? Rick Warren írt egy nagyon érdekes példát erre, a Jézus használja ezt a példát, ugye, hogy, vagy Pál Lapustó használja a példát, hogy mi Krisztusnak a teste vagyunk, és különböző részei. És vannak ugye látványosabb, meg nem annyira látványos részei, és képzeljük el, hogyha az a testünkben lenne, és azt mondja mondjuk a máj, hogy hát nekem elegem lett, betelt a pohár. Mindig csak a szívről van szó. Mindenki, az összes szerelmes film csak a szívről beszél meg mindenki arról, hogy milyen szép a szemed, de mikor mondta utoljára valaki, hogy milyen szép a májad, na jó, ebből elegem van. Én most egy évre elmegyek, szabadságot veszek ki, majd meglátják. <laughs> És hát érdekes, hogy vannak olyan alkatrészeink, amik nélkül el tudunk élni, mondjuk akár a kezünk nélkül is, máj nélkül azonban nagy bajba lennénk. Nem annyira látványos, nem szoktuk dicsérni, hogy milyen szép ma a májad, mégis mennyire fontos, és ebből nagyon fontos megértenünk azt, hogy vannak látványos dolgok. Vannak olyan dolgok, amelyek viszont egyáltalán nem látványos szolgálatok. Amikről lehet, hogy nem is tud senki más, hogy te milyen szolgálatot végzel. Amikor a térdeinél harcot vívsz a gyülekezetért, a vezetőségért, a gyermekeidért, a szomszédaidért. Nem is látják, hogy mit teszel, amikor elmész egy beteget meglátogatni. Nagyon-nagyon sok olyan terület van, ami nem látványos. De vedd ki a májat, és meglátod, mi lesz egy emberből hogyha kivesszük ezeket, a nem látványos szolgálatokat, akkor ennek nagyon súlyos következménye van. Tehát hadd mondjam azt, hogy akár látványos, akár nem látványos az a terület, ahol Isten téged megajándékozott, nélkülözhetetlen. Nem azt mondom, hogyha nem fogod csinálni, akkor Isten nem fogja azt betölteni valaki mással, mert Isten terve tovább fog menni, és az ő országa épülni fog, akár benne vagy akár nem. De Istennek van egy terve veled, egy másik érdekes példát hadd erre. Nem tudom, hogy valóban lezajlott ez a beszélgetés, vagy csak egy példa volt, de azt olvastam, hogy egy ilyen testépítő csapat elment valamelyik, nem is tudom melyik országba, egy, egy, egy fotózkodásra, kirándulásra, és abban az országban voltak ilyen benszülöttek. És hát találkoztak ezzel a csapattal, és az egyik törzsfőnök oda ment, az egyik ilyen nagyon izmos férfihoz, és azt mondta neki, hogy micsoda izom, micsoda biceps. Ez igen. Micsoda haszna lenne ennek az én törzsemnél? Ha hát tudod, hogy mennyit tudnál nekem segíteni, mikor hordjuk a vizet? Fú. Tudod, hogy mekkora segítség lennél nekem, mikor a fákat szedjük ki, meg hidat építünk a fából? Meg mikor fel kell mászni a kókuszért? Fú. Mire szoktad te ezt használni? És hát a testépítő barátunk hát kicsit zavarba jött, mondta, hogy hát szoktam magam nézni a tükörbe, szoktam néha bekenni ilyen barnító dolgokkal, meg, meg, néha megmutatom másoknak, meg fényképezik, és kérdezi a törzsönök, hogy de, de mire használod? Hát, és itt vége lett a beszélgetésnek, mindenkinek a fantáziájára bízom, hogy hogy fejeződjük ezt be. Milyen értelmetlen lenne egy izom, hogyha nincs használva, hogyha csak kirakatba tesszük. És ez a törzsönök azt mondta, hogy hát, mennyi mindenre lehetne ezt itt használni. Micsoda szükség lenne rá ebben a, ebben a közegben. És én így látom a gyülekezet minden tagját, mint izom, amire szükség van. Nem arra, hogy mutogassuk egymásnak, hogy néz nekem mekkora, és nekem mekkora, hanem az izom arra való, hogy használva legyen. Hogyha nem használjuk, akkor elkopik. Ha nem használjuk, összemegy. Arra lettél itt hagyva ezen a földön, hogy az Isten használjon az ő dicsőségére. És nagyon-nagyon szegényes lesz az életed, hogy ezt nem fedezett fel. Mikor a Talentum Bank sorozatunk volt délután, sokat foglalkoztunk ezzel a témával, hogy Isten minden újjászületett hívőnek legalább egy lelki kegyelmi ajándékot, karizmát adott. És ezt lehet már felismerted, lehet még nem, de ez tény. Mert a Szent Lélek osztogatja az ő ajándékait kinek, kinek úgy, amint akarja. És ez biztos, hogy neked is van valamit. Arra bátorítlak, hogy fedezd ezt fel, hogy gyere az Isten elé, hogy mondja pár buzgón, kívánjátok. És fedezd fel, hogy az Isten téged mire is hogyan hívott el. És hogy ezt megértjük, akkor nem olyan kérdéseket fogunk feltenni, hogy mit tehet értem egy gyülekezet? Mitől érezném jobban magam a gyülekezetben? Hanem olyan kérdéseket fogok feltenni, hogy mit tehetek én? Hol van szükség? Hol tudnám használni az ajándékomat? Kinek tudnék segíteni? Hol tudom kamatoztatni mindazt, ami van? És erre hívlak, hogy. Gyere, és használjuk! Egy érdekes idézetet hadolvassak. Lehet sokaknak ismerő Zsan Dárknak a neve. Ő azt mondta, hogy minden férfi az életét adja azért, amiben hisz. Minden nő az életét adja azért, amiben hisz. Vannak viszont, akik nagyon kevésben vagy szinte semmiben sem hisznek. Ők ezért nagyon kevésért vagy semmiért adják az életüket. Ezen úgy elgondolkodtam, hogy az életemet odaadom valamiért, és valakiért. És ha ezt nem teszem meg Jézusért, akkor is az életemet odadom, csak lehet, hogy szinte semmiért. És az életem végén, amikor azt fogom megnézni, hogy miért adtam az életemet, hogy mi volt az életem, hogy telt el ez az év, ez a néhány évtized, amit kaptam, akkor én azt akarom látni, hogy az Istenért adtam az életemet, és nem volt fölösleges. Nem volt fölösleges, és minden egyes napja egy öröm volt, mert az Istenért tettem. Erre hívlak, hogy hogy nézzük ezt az asszonyt, átélte a gyógyítást, átélte a Jézussal való találkozást, hogy Jézus megérintette, és egészséges lett, ebből következik, hogy elkezdt őt szolgálni. És hadd mondjam el azt a nagyon egyszerű szellemi igazságot, törvényszerűséget, hogyha az Isten megérint téged, és meggyógyít, de nem fogsz tenni semmit, hanem egy helyben ücsöröksz, hátulról nézel, fütyölsz vagy tapsolsz, és nem állsz be a tanítványságba, és nem szolgálod az Istent, és nem imádod, akkor elveszíted az egészségedet. Ez nem azt jelenti, hogy, hogy pogány leszel hitetlen, de lehetetlen egészséges kereszténynek lenni úgy, hogy nem szolgálom az Istent. Mert így lett kitalálva. Lehetetlen egészséges embernek lenni, hogy nem mozgok, hogy nincs a, nincs, a, testem megmozgatva, hogy a szívem nem dobog, amikor, amikor kicsit megerőltetem magam, akkor nem leszek egészséges. És hadd hívjalak erre, hogy tedd fel ma ezt a kérdést, hogy Uram, mit tehetnék? Nem azért, hogy ezért meggyógyíts engem. Nem azért, hogy ezen méltó legyek, hanem mivel meggyógyítottál engem, mit tehetnék, érted? Hadd fejezzem be azzal az idézettel, ezt néha szoktam mondani, remélem már, már ismerjük, és talán már unjuk is, Keith Green mondta, hogy az almafa nem attól almafa, hogy almát terem, de mivel almafa almát terem. Nem attól lesz almafa, hogy almát terem. Oda akazgatom rá az almákat, nem lesz attól egy körtefa almafa. De mivel ez egy almafa, ezen almák fognak nőni. És ez biztos. És az életed, hogyha, hogyha újjászületett vagy, akkor gyümölcsöket fog teremni. Nem azért, hogy ezzel legyél keresztény, hogy emiatt legyél keresztény, mert ettől nem leszel keresztény, hanem mivel újjászületél, és az Isten gyermeke vagy, ebből egészségesen következik az, hogy szolgálod őt, és hogy az életeden gyümölcsök vannak. És Jézus odáig ment, hogy azt mondta, hogy a fákat a gyümölcseikről lehet megismerni. Ez nagyon-nagyon radikális hozzáállás. Képzeljünk bele, hogy azt mondta Jézus, hogy nézd meg egy, egy embernek a gyümölcsét, vagy nézd meg egy tanításnak a gyümölcsét, és ezáltal meg tudsz mindent mondani a fáról. Te azt mondhatnánk, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű, mert... De Jézus azt mondta, ez ilyen egyszerű, mert a gyümölcs az mindent elárul. Hogy fognyat, hogy rothad, hogy nincsen, vagy hogy ott van egy egészséges gyümölcs rajta. És erre hát hívjalak, hogy szolgálatból ez az ötös, ez legyen meg az életünkbe és ez nem a szolgálatnak a mienségétől függ, hogy látványos, nem látványos, nagy eredménye van emberileg néze, vagy talán kisebbnek tűnik, hanem abból, hogy meggyógyulva oda megyek Jézushoz, és azt mondom, hogy Uram, én téged akarok szolgálni. Nem azért, mert valaki kényszerít, nem olvassuk azt, hogy Péter odament az anyósához, hogy kedves anyós, hát ezek után illene, ez lenne a legkevesebb, hogy most valami szolgálatot Jézusért vállalsz. Nem ezt olvassuk. És ez egy nagyon erőltetett dolog lenne, oda menniek valaki ezt, hogy testvér, ennyi éve keresztény, vagy illene már szolgálnod valamit az Úrért. Ennek nem ez, a, nem ez a, módja, hanem hogy a belülről az Isten átéled, hogy az Isten megszabadított, meggyógyított, akkor felteszed azt a kérdést, hogy Uram, itt vagyok. Én szeretlek téged, és akarok szolgálni az életemmel. És erre hívlak, hogy addig ne nyugodj, amíg nem találod meg ezt a helyet. Addig ne nyugodj, imádkozz azért, és, 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 akár gyere oda a vezetők, az én is szívesen beszélgetek, hogy nem találod a helyedet. És nemrég ez egyik fiatalnak úgy örültem, beszélgettünk arról, hogy szeretne szolgálni. És úgy tűnt, hogy ez a vasárnapban ez nem fog beleférni, de, de jött egy olyan szolgálati lehetőség, ami a hétköznap vagy egy szombaton létrejött, és ahol megtalálta a helyét. És én ezért imádkozok, hogy legyen ez így az életünkben. Azt olvassuk, meggyógyult, felkelt és szolgálta ezzel hadd fejezzem be, hogy ez legyen elmondható az életünkről. Hogyha majd a sírkövemre felkerülne egy mondat, akkor örülnék ennek a mondatnak, hogy itt nyugszik Uzonyi Barnabás, akit az Isten meggyógyított, aztán pedig szolgálta az Istent. Ezzel úgy kibékülnék, hogy ezt úgy őszintén oda lehetne majd írni. Legyen ez elmondható az életünkről. Ámen. Most imádkozni fogunk is lesz arra lehetőség, hogy az Isten megszólítsuk. És az elmúlt alkalmokkal is a, volt arra lehetőség, hogy a jelzést tegyünk az Isten felé. Egy egyszerű felállással oda mehetünk az Istenhez, és azt mondhatjuk, hogy Uram, itt vagyok. És ma is van arra lehetőség, hogy az Isten elé hozhatsz valakit. Ha bár itt ebben az evangéliumban nincs az leírva, de Márk Lukács írja, hogy szóltak Jézusnak azért az anyós felől, jelezték neki. Itt is azt látjuk, hogy ott voltak azok, akik szóltak Jézusnak. Úgyhogy ha ma van valaki a szíveden, aki beteg, akár testileg, de akár egy sokkal súlyosabb szinten, lelkileg, szellemileg, egy szellemi halál állapotában van, akkor arra hívlak, hogy szólj ma Jézusnak felőle. És mondd el, hogy Jézus, akit én szeretek, az beteg, súlyos láz gyötré. és szeretném, hogyha, hogyha eljönnél is megérintenéd. És ezt megtehetjük, és erre ma lesz lehetőség. De arra is szeretnélek hívni, Hogyha szeretnéd a mai, ma az életedet oda szállni Isten előtt a szolgálatra, és azt mondani az Úrnak, hogy Uram, itt vagyok, és használd az életemet, akkor ezt is megteheted. És lehet, hogy még mindig nem tudod, hogy hogyan és miként, de van valami, és van egy hely, ahol te fogod tudni használni az ajándékaidat. Egyetlen egy példát hadd hozzak erre, hogy talán azt mondja valaki, hogy hát én nem tudok énekelni, én nem fogok kiállni a mikrofonhoz, hát akkor mit tudnék én csinálni az Isten országáért? Ez egy nagyon-nagyon-nagyon apró része, ami itt történik a mikrofonok előtt. Említettem azt a gyülekezetet, most csak röviden hadd mondjam, ahol az autószerelők összefogtak és azt mondták, hogy nem értünk a beszédhez, az énekhez, de nagyon jók vagyunk az autószerelésbe. És beleférne, hogy hetente, két hetente egy autót ingyen megszerelünk. És ezt elmondták ott a gyülekezetben a pásztornak, és azt mondták, hogy hát akkor építsünk erre valamit. Itt van a városnak egy nagy része, ahol nagyon szegény emberek laknak, nincsen pénzük, hogy az autójukat megjavítsák. Itt vannak az édesanyák, akik már egyedül nevelik a gyermeküket. Hát akkor vegyünk meg roncs autókat, és szereljétek meg, és nekik adjuk. És beindult ez a szolgálat. És egyre több és több édesanya mondta azt, hogy miért kaptam egy autót, miért csináltátok ezt. Sőt, azt mondták az autószerelők, hogy innentől kezdve bármikor bármi baja lesz a kocsidnak, hozd el, és ingyen fogjuk megszerelni neked. És azt mondták ezek az asszonyok, hogy ilyen nincs. Miért csináljátok ezt? És akkor elmondták, hogy nem miért, hanem kiért. Jézus Krisztus miatt adjuk ezt neked. És egymás után tértek meg ezek az édesanyák. Lehet szolgálni az autószereléssel? Lehet. Annyi mindennel lehet. És arra hívlak, hogy hogy hagyd, hogy az Isten ma megszólítson és a szívedre beszéljen. Szeretném, hogy a most nem én imádkoznék, hanem most lehetőséget adok arra, hogy, hogy, ha valakit az Isten megszólított és szeretné ezt elmondani, akkor, akkor mondjuk ezt el, röviden egymás után, azt, ami a szívünkön van, és mondjuk el az Úrnak azt, hogy, hogy mit mutatott meg nekünk, és hogyha valahol döntésre hívott minket, akkor mondjuk el, hogy Uram, én ma döntök amellett, amire ma elhívtál engem. Így imádkozzunk, majd én fogom befejezni.